Magyarország sakkfővárosa Nagykanizsa. A 16 résztvevővel megrendezett bajnokság is ezt bizonyítja, tette hozzá a kötetet bemutató Balogh László. Az Öt karika és a sakk csodálatos világa alcímet viselő könyv szerzője elmondta. Az ötlet tavaly született egy kortörténeti vetélkedő kapcsán. Feldolgoztuk barátommal, Marosi Bévával, erdélyi sporttörténeti bajnokával a sakk történetét, és az első részben olimpiai érdekességek találhatók, a második részben egyedülálló sakk érdekességek, például a sakk és zene, ismert zenészek kapcsolata a sakkal, illetve a sakkozók kapcsolata a zenével, az irodalommal. Az önkormányzat 2011-től az időskori aktivitásra kiemelt hangsúlyt fektetett programjában, mondta dr. Szabados Gyula. Ennek a része többek között a szenior rapid sakkbajnokságok megszervezése, hiszen szeretnénk feltárni azokat a kanizsai értékeket, és nem csak a sakkra gondolok, hanem a hónap végén például a gasztro értékekre is, majd a majálison, amelyeket érdemes megmutatni nem csak a kanizsai lakosságnak, hanem a nagyvilágnak is, a saját honlapunkon keresztül, a szenior hírportálon keresztül. Az időskori szellemi aktivitás megőrzésére volt példa a 4. Nagykanizsai Szenior Rapid Sakkbajnokság.